szeretek annyira írónak lenni, mert az fiatal írónak lenni nem olyan, mint fiatal balettáncosnak. Az ember egészen későn is elkezdheti az írást az élet folyamán. És voltak éppen így tett Gáspár Zinger Anna is, hosszan készülődött erre a pályára, és 2019-ben adta közre az első novellás kötetét, a Valami Kék című novellás kötetet. Ez a novellás kötet rettenetes történetekkel van tele, a nyomorúságot leíró történetekkel van tele, és mégsem arra kell gondolnunk, hogy csak így dagonyázás lesz a szomorúságban. Ugyanis a hősök ebben a kötetben mind rendelkeznek valamiféle olyan integritással, olyan keménységgel, ami biztosítja számukra, hogy nem alkudnak meg. És az élet bizonyos aspektusaiban természetesen perifériára kell tolódniuk, és le kell mondaniuk dolgokról, de bizonyos dolgokat, ami fontos számukra a létezéshez, mégsem adnak fel. A leginkább a gyerekek szempontjából megírt történetek ragadtak meg engem ebből a novellás kötetből. Különösen az első, a Strand című történet, de ezen kívül is vannak olyan történetek, amelyek különösen kislányok szemével láttatják a világot. És nyilvánvalóan ilyenkor az ember valamennyire azonosul is a szereplővel, és meglátja magát, hogy milyen kiszolgáltatott, iszonyatosan kiszolgáltatott dolog gyereknek lenni, amikor az ember szeretetre meg elfogadásra vágyik, és a maga eszközeivel kell ezt elérnie. De azon túl, hogy azt gondoljuk, hogy nincs feloldás ebben a novellás kötetben, azt is tudnunk kell, hogy ahogy a hősök számára nincsen kompromisszum, úgy a szerző számára sincsen kompromisszum a prózában, és azzal szembesülünk, hogy ez a hosszú készülődés azt eredményezte, hogy nagyon-nagyon összeszedett, komplett és teljes és sajátos világot hozott létre ebben a novellás kötetben. De azt is el kell mondanom, hogy ez egy könyvtári könyv, ahogy Tompa Andrea és Szaniszló Judit kötetét egy könyvtárból kölcsönözte ki, és nagyon fontos, szeretném elmondani, hogy ez számomra is nagyon fontos mindig, amikor a Szabó Ervin könyvtárban járok, hogy kikészítik egy külön polcra a kortárs szerzők, magyar és a világirodalmi kortárs szerzők műveit, és akkor ott láthatjuk, hogy mi mindent lehet kikölcsönözni. Másrészt pedig az ember sokszor egy könyvesboltban elveszik a kínálatban, és nagyon-nagyon fontos, hogy valamiféle ilyen könyvajánlóval is szembesüljön a könyvtárak polcain, és közelebb hozzá a bizonyos műfajokat, bizonyos könyvcsoportokat, amiket mondjuk egy hatalmas könyvesboltban nem tudna azonnal megpillantani, amikor belép.